2014. január 6-án Tízesztendővel ezelőtt három királyok ünnepén vízkereszkor nyitotta meg kapuit az igéző, a Szabadszínház új közösségi központja. Az eltelt időszak bebizonyította, hogy a főutcai közösségi tér a fehérvári kultúra egyik kiemelten fontos talpontja. Amikor tíz évvel ezelőtt idejöttünk, és kiírtuk, hogy itt január 6-án vagy januárban színház nyílik, akkor rengeteg ember benyitotta, még itt takarítottunk, rendezkedtünk, és kifejezte a béli örömét, hogy egy bank helyett végre egy független kis színház lesz, és nagyon érdekes volt, hogy rögtön nemzetközi kapcsolataink is lettek. Színház, bábszínház, irodalmi dia és filmvetítések, audiovizuális esték, interaktív családi foglalkozások, kreatív energiák, élmények központja. Tudományos előadások, közéleti fórumok, kreatív műhely, egészségnevülő programok és tréningek az igéző programjainak tárháza a főutcán. Az elmúlt esztendőben volt 65 éves a szabadszínház, idén pedig az immáron egy évtizedes új otthonban köszönhetjük őket. Nem csak színházi előadások vannak, hanem közösségi események is, gyermekeknek szóló közösségi események, illetve olyan dolgokat is tervezünk az idén is, ami egy tudományos ismeretterjesztő kategóriába tartozik. Tehát a közművelődésnek egy olyan területére is evezünk, amiből kevés van és ebben nagy segítségünkre vannak természetesen a partnereink, azok a kulturális és civil szervezetek, akik szintén a városban működnek. Az évfordulón a Szabad Színházi játékra invitálja a Székesfehérvári Színház barátokat. Holnaptól, hollapjukon közzétesznek egy-egy fotót, aki az akkori közönség soraiban felismeri magát és egy héten belül ezt kommentben jelzi, az egy páros színházi egyen lehet gazdagabb.